Mielőtt jöttünk, én nem tudom, hogy honnan jött ez az iklet, vagy ez a gondolat a feleségemmel. Ott felmerült egy gondolat bennem, hogy nagyon régen találkoztunk már, így azért kimaradt egy pár hónap a nyár, meg minden. És akkor egy ilyen bereményi sor jutott az eszembe, hogy mondd, honnan bújtunk elő. Ez egy Cseh Tamás dalban szerepel egy sor. És így elképzeltem a társaságot, hogy újra a hallgató közönséget látok magam előtt, és így felmerült bennem az a sor, hogy mondd, honnan bújtunk elő. És ez egy ilyen kis apró, profán dolognak tűnik, de valójában nagyon mély, meg nagyon fontos, hogy amikor az ember újra találkozik valakivel, ez lehet a holnapi reggel, akkor ez így felmerül, hogy mondd, honnan bújtunk elő. És hát honnan? Tehát ez az átmikus valóság, amiből előbújunk, a mindent felelelő önlétnek a valósága, amiben partikuláris létezőként így vagy úgy megjelenünk, de most van egy ilyen előbújás pár hónap után. Úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt az előadás sorozatot, ezt a Bhagaván Sri Ramana Maharshinek ajánlom fel. És róla is fog szólni, reményeim szerint. Ennek természetesen meg annyi személyes oka van, de az előadás sorozatot úgy próbálom megtartani, hogy ezek a személyes dolgok, ezek ne is legyenek elrejtve, de ne domináljanak. Tehát nem egy személyes értelemben tartom ezt az előadás sorozatot, hanem úgy, ami elgondolásaim szerint a Bhagavára személyemtől függetlenül vonatkozik. Először néhány gondolatot szeretnék arról, hogy az ő személye mennyiben kitüntetett, vagy az ő kitüntetettségét személyes okokon túlmenően hogy tudom megfogalmazni. Hát az a kijelentés, ami néha bizonyos helyeken el szokott hangzani, hogy a világban nincsenek mesterek, és a spirituális mesterek eltűntek, ez összességében egy hamis kijelentés. Nem a mesterek tűntek el a világból, noha számuk csökken, nem a mesterek tűntek el a világból, hanem a tanítványok. Azok az emberek, akik egyéni erőfeszítésükből következően és egyéni erőfeszítéseik révén mestereket találnak. Tehát elsődlegesen a tanítványi minőség tűnik el a világból, az, hogy a mesterek száma csökken, vagy egyes megítélések szerint eltűnik, ez a tanítványiság hiányából következik. Tehát ezt nagyon fontos tételeznünk így ennek az előadás sorozatnak az elején, hogyha az ember úgy gondolja, hogy nincsen mestere, akkor ez a saját tanítványisága hiányának a következménye. Ugyanis itt egy szellemi témáról beszélünk, amiben az ok-okozatiság, vagy egyáltalán a tények, mint olyanok, nem annyira meghatározóak, mint a nem szellemi világban. Tehát a nem szellemi világban, a konvencionális valóságban az okozatiság, illetve a tények, azok nagyon dominálnak. De a szellemi világ attól különbözik a konvencionális valóságtól, hogy ott a tények nem annyira dominálnak. Tehát a tényeknek vannak mélyebb okaik, nem egyszerű közönséges okokozati viszonyok állnak fenn, hanem a tényeknek a szellemi valóságban vannak előzményeik, és ez az előzmény ebben a vonatkozásban, amiről most beszélünk, és a mesterek látszólagos hiánya, ez a tanítványiság hiányából következik.
Tehát itt igazából úgy gondolom, hogy ha az ember egy szellemi álláspontra helyeződik, akkor azt nem lehet eltűrni, azt a nézetet, vagy annak a nézetnek a hangsúlyozását, hogy a mesterek, hogy nincsenek mesterek, nincsenek valódi mesterek. Mert ugye ez is elhangzik, hogy, hogy valódi mesterek nincsenek. A mesterek valódisága is a saját hozzáállásunkból fakad, saját hozzáállásunkból következik. Tehát, hogyha ezt így megállapítjuk, hogy nincsenek valódi mesterek, akkor a saját azon hozzáállásunk hiányzik, amely valódi mestereket tud teremteni, vagy azokat fel tudja ismerni, azokat meg tudja látni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a mestereknek a száma nagyon nagy, és hogy dúskálunk bennük, de vannak. És hogyha úgy látjuk, hogy nincsenek, akkor ez a tanítványi minőség hiányából fakad. Tanítványok hiányából fakad. És természetesen a mesterek egy hierarchiát képeznek. A mesterek nem egyen érvényűek, vagy egyenrangúak. A tanításaik nem egyforma súllyal mérhetőek, vagy nem egyforma súlya nyomnak alatba. A mestereknek van egy hierarchiája, egy benső sorozatszerűsége, vagy hierarchikus rendje. Erről sok évvel ezelőtt pár alkalommal beszéltünk, most ez nem tárgya a jelenlegi előadásnak. De azt minden esetre tudatosítanunk kell, hogy különböző mesterek léteznek a világban, a mai nap is. És azért, hogy Bhagaván Sri Ramana Maharshinak a helyét elhelyezzük, ahhoz egy pár szót azért a különböző mesterekről kell szót ejtenünk. Tehát vannak a világban emberek, akiket joggal, hogyha komolyan vesszük őket, akkor joggal mesternek lehet hívni, akik a saját szellemi törekvéseink során a legkülönbözőbb pillanatokban, a legkülönbözőbb momentumokban megjelennek, és mintha segítik a saját szellemi törekvéseinket. De ezek a mesterek nem jelennek meg minden pillanatban, vagy minden helyzetben, hanem különböző helyzetekben jelennek meg. Tehát mikor mondjuk egy hagyomány felé fordulunk, ami, most mondok egy példát, mondjuk a buddhista hagyomány, akkor ők megjelennek bizonyos mesterek. Vannak olyan mesterek, akik nem csak így, hogyha az ember egy bizonyos életterületre beáll, vagy a megvalósításnak egy bizonyos irányára rákoncentrál, akkor jelennek meg, hanem folyamatosabban jelen vannak az életében, vagy jelen lehetnek az életében. Na, ezek a valódi mesterek, akik nem csak egy speciális módszert adnak át, egy speciális technikát, vagy megvalósítási metódust adnak át, hanem anélkül, hogy az ember egy adott hagyománykör felé fordulna, szinte egy álló csillagként folyamatosan jelen vannak a saját életében. És ez a megkülönböztetés, ez jelentős módon differenciálja a mestereknek a hierarchiáját. Tehát vannak mesterek, akik annyiban mesterek, hogy speciális módszereket, technikákat adnak át az ember számára, és vannak nyilván kisebb számban olyan mesterek, akik viszont folyamatosan, attól függetlenül, hogy az ember technikák felé fordulna, vagy metódusok felé fordulna, vagy tradíciók felé fordulna, álló csillagként folyamatosan jelen vannak az életünkben, vagy jelen lehetnek az életünkben. És ez a különbségtétel jelöli ki egyfelől, csúnyán fogalmazva, a Bhagavánnak a helyét. Ő egy olyan mester, aki módszerektől, metódusoktól függetlenül
folyamatosan és tradícióktól és vallásoktól függetlenül, tehát specifikus utaktól függetlenül folyamatosan jelen lehet az életünkben, vagy jelen van az én életemben, hogy egy személyes dolgot is mondjak, de ahogy jeleztem már, nem nagyon fogok személyes vonatkozásokról beszélni. Tehát ő egy olyan mester, aki nem egyszerűen specifikus módszereket, technikákat ad át az ember számára, és nem csak egy meghatározott hagyományhoz, az ő esetében a hinduizmushoz kapcsolódik, hanem folyamatosan jelen lehet. Tehát, hogyha az ember kereszténységgel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, buddhizmussal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, ő akkor is egy világító toronyként jelen tud lenni a tudati terünkben. Úgyhogy ez egy az első olyan pont, ami a Bhagaván jelentősége mellett szól, és ami megmagyarázhatja, hogy miért foglalkozunk most közel egy évig az ő személyiségével. Képes arra, hogy, és meg is teszi, hogy technikákat, módszereket adjon át számunkra, de ugyanakkor az ő jelentősége nem korlátozódik ezekre a technikákra vagy módszere. Tehát majd látni fogjuk egy későbbi előadás alkalmával, hogy az Atma Vicsára az ő által a leginkább ajánlott módszer az egy mennyire univerzális érvényű metódus és technika, de még arra sem korlátozódik az ő személye. László András írta a magyarul másodikként megjelent Ramana Maharshi fordításnak az előszavaként, hogy az első valamikor a 80-as években jelent meg a buddhista misszió kiadásában a Szadvidjának egy részleges fordítása, a Hetényiné Ferenc Éva fordításában, az volt az első, aztán a 90-es évek végén egy barátunk Bódvai András adta ki a Stella Maris keretei között az első Maharshi kötetet, a Mi legyen az ösvény címmel, és annak László András írta az előszavát. Zárójelben megjegyzem, hogy a Ferenci Éva féle fordítást és András inspirálta annak idején. Tehát ő volt az, aki felvetette a Hetényinének, hogy ezt a művet, vagy valamit le kellene a Maharshitól fordítani. Tehát az első magyarul megjelent Maharshi kötetnek az előszavában írja András, hogy a Maharshi benső, tehát soha nem lépett fel úgy, hogy ő egy világtanító. Ennek van egy szanszkrit kifejezése, ami úgy szól, hogy Jagat Guru. Tehát soha nem lépett fel a világban Jagat Guruként, világtanítóként. Ennek ellenére, mondja András, a Maharshinak a tanításainak a benső érvénye, tehát az esszenciális érvénye, ez mégis a világtanítónak a pozíciójára emeli őt. Tehát nem lépett fel úgy, mint egy vallás alapító, mint mondjuk, bár ez azért vitatható, hogy maga Krisztus, Buddha és Mohamed, vagy sorrendben Buddha, Krisztus és Mohamed szándék szerint vallás alapítóként léptek volna fel. Ma a világ már ugye így tekint rájuk, hogy ők vallás alapítók. Valószínű, hogy a benső szándékuk nekik sem az volt, hogy egy vallást hozzanak volna létre, illetve nem valószínű, hanem ebben intuitíve bizonyosak vagyunk. De hogy hasonlóképpen a Maharshiban sem volt nem hogy csak vallás alapítói szándék, hanem világtanítói minőségben való fellépés sem, tehát Jagat Guruként-i fellépés sem. Ennek ellenére, mondja András, benső értelemben az ő tanítása az egyenértékű, megfeleltethető egy világtanítói minőséggel. Tehát eltekintve a külsőségektől, meg attól, hogy később a buddhizmusból mi lett, mekkora világvallás lett, vagy a kereszténységből mekkora világvallás lett, vagy az iszlámból mekkora világvalóság lett, ő a belső értékét tekintve
a Maharshi az lényegében megfeleltethető egy jagadguruval, vagy egy világtanítóval. Világtanítónak az értékével. Most ezt megint csak zárójelben jegyzem meg, hogy azért nem szeretném itt összemosni a különböző minőségeket, és nyilván egy vallás alapító meg a jagadguru között, a jagadguru méltóság között azért van egy bizonyos fajta különbség. Tehát a vallás alapító, még akkor is, hogyha maga az Úr Buddha, vagy az Úr Krisztus, vagy Mohamed nem lépett fel vallás alapítóként, mégis a vallás alapító minőség az érezhetően a világtanítónál nagyobb. De amit itt végül is hangsúlyozni szeretnék, bár, ahogy András mondta, bár nem lépett feleként, nem volt ilyen szándéka, mégis benső, a tanításai benső értékét és az ő benső állapotának az értékét tekintve megfeleltethető Bhagavan Sri Ramana Maharshi helyzete László András szerint a Buddháéval, az Úr Krisztuséval és Mohamedéval. Tehát ez egy újabb érv amellett, hogy itt nem egyszerűen egy olyan mesterről van szó, nem egy évig nem egy olyan mesterről fognak ezek az előadások szólni, akik bizonyos érvényes és fontos technikákat ad át, hanem akinek a belső minősége az egy jagadgurui, kvázi vallás alapítói minőség. Újabb zárójeles megjegyzés a filológiai érdeklődésű hallgatók kedvéért, hogy a jagadguru kifejezés egy, bár ugye szó szerint azt jelenti, egy világtanító vagy világmestere, azt tudnunk kell ezzel kapcsolatban, hogy az indiai felfogásban, tehát azok, akiket jagadgurunak tekintenek, azokat azért hívták így, nem egy valódi, egész geoglobális rátekintés értelmében, hanem azért hívtak így, mert India számára a jagat, a világ, az India volt. Tehát egy indiai számára az indiai szubkontinens az a világ egésze. Úgyhogy ez a jagadguru kifejezés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy India egészének a tanítója, csak mivel egy indiai úgy látja, hogy a világ egésze India, ezért így hívja, tehát világtanítóként hívja, vagy nevezi meg az ilyen mestereket. Ezek általában, bár az utóbbi időben tapasztaljuk, hogy mindenféle ember megkapja ezt a címet, vagy saját magát jelöli ilyen címmel, de tradicionálisan ez általában a védanti hagyományból kerül, védanti hagyomány köréből kerülnek ki a jagadguruk, és a védanti hagyomány szigorúan India, az indiai szubkontinensnek a határait beleértve, nyilván valamennyire a környező tengereket is, de mégis szigorúan az indiai szubkontinensnek a határait tekinti a jagatnak, vagyis a világnak. Tehát a jagadguru, a világtanító az India tanítóját jelenti. De ez egy ilyen filológiai érdekesség, nem fontos a lényeghez képest. Tehát a Maharshi tanításai, és ezért is foglalkozunk vele, benső érvényüket tekintve a Buddháéhoz, az Úr Krisztuséhoz, illetve Mohamedéhez mérhetőek. Az ő emberi tisztasága is, ez egy nagyon fontos, tehát az ő emberi tisztasága és hitelessége is az előbb említettekhez, és ez önmagában már elég lehet arra, hogy értsük, hogy miért emeljük őt ki a mestereknek a köréből. Most amikor ugyanezen a helyszínen volt a Talks with Ramana Maharshinek, a beszélgetések Sri Ramana Maharshivalnak a bemutatója, akkor szóba jött az a... Tehát említettem azt a megfogalmazást, vagy a Maharshi mellett szóló, Maharshi jelentősége mellett szóló érvet, hogy ő egy olyan mester, aki a saját mesteri voltát úgy is tudja sugározni, és úgy is fennáll a saját mesteri volta, hogy már nincsen testben.
elhangzott ez a megállapítás. Tehát egy érv az ő jelentősége mellett. Most ezt szeretném pontosítani azzal, vagy annyiban, hogy tulajdonképpen nagyon sok olyan mester van, aki már nem él testben, és mégis a saját mesteri tanításait, a saját mester voltát tudja számunkra közvetíteni. Tehát lényegében minden régi nagy tanító, Istennek legyen hála, a végtelenség tudnánk sorolni. Tehát minden régi tanító, aki elhagyta a saját fizikai testét, és az életideje lejárt, de mégis ható tényező a világban, vagy legalábbis a szellemi életben, azok, vagy ők tulajdonképpen ilyenek. Tehát nem élnek már testben, de mégis hatnak számunkra, és a saját mester voltukat tudják közvetíteni. Most mondok néhány példát, akik számomra mondjuk kiemelkedőek, például ilyen Ibn Arabi. Ugye ez az Sheikh Akbar, tehát a sejkek sejkje, vagy a legnagyobb sejk, tanítók tanítója, arabul, vagy a legnagyobb tanító, ő például ilyen. Tehát az ő tanításai olyan érvényűek, hogy Ibn Arabinak nem kell ahhoz testben élnie, hogy azokat a fontos tanításokat, amiket élete folyamán megfogalmazott, leírt, és továbbadott, azok hassanak. Hogy mondjuk ilyen Patrul Rinpoche, például a buddhizmuson belül, aki szintén, tehát az ő tanításai mai napig hatnak. És na, ez a sor, ez nagyon hosszú. Tehát a Maharshi nyilván közéjük tartozik, de az a definíció, vagy az értékelési kísérlet, amit az előbb próbáltam mondani, és ami a László Andrássy idézet alapján Buddhához, Jézus Krisztushoz, illetve Mohamedhez hasonlította, az megmutatja, hogy ő valami ennél is több. Tehát nem egyszerűen arról van szó az ő esetében, és ez az önkorrekció, ahhoz képest, amit itt a könyvbemutatón mondtam, hogy a Maharshi jelentőségét igazából nem írja le az, hogy testen kívül tud tanítani. Mert ez sokakra igaz. Amikor a Maharshi tanításait mi komolyan vesszük, akkor ő a halálától függetlenül, vagy a testi létből, fizikai, legdurvább fizikai testi létből való eltávozása ellenére olyan, mintha testben is lenne. Tehát akiket az ő tanításai megérintenek, azoknak ezt úgy kell értékelni, testi léttől független mester, aki ugyanakkor a testi halála ellenére képes testben megjelenni, és konkrétan jelen van testben is. Azoknak a képeknek a formájában például, amiket tisztelünk vele kapcsolatban, és amik számunkra szentségi értékűek, mert valamennyi kép, ami róla készült ilyen, akkor is az interneten jelenik meg. Vagy a tanításainak a konkrét szavai formájában is, bár elhagyta a testét, de képes egy testi létben is megjelenni. Tehát olyan, mint minden valódi és igazán nagy guru, hogy egyszerre van testben és testen kívül. És azt a halálának a ténye, vagy a testi létből való eltávozása sem tudta ezt a tényt megcáfolni, vagy megmásítani. Úgyhogy nem érve a Maharshi ellen, hogy nincs testben, mert testben van. Csak ehhez kell egy tanítvány, aki ezt megtalálja. Aki az ő testi létének a jelenvalóságát, testben való jelenvalóságát is megtalálja. Tehát nem csak a transzcendens testen kívüli jelenvalóságát, ami nyilván az elsődleges, hanem ha a tanítványnak igénye van arra, hogy megjelennek benne ilyen ördögi kételyek, hogy de nekem szükségem van egy testben lévő tanítóra is, akkor ezt az ő szem, tehát ő egy olyan guru, akivel kapcsolatban ezt is meg tudja találni, ha igazán keres az ő testi jelenlétét.
Nem szeretném nagyon devocionális irányba elvinni ezt a nem csak hogy személyes irányba nem szeretném elvinni ezt az előadás sorozatot, de devocionális irányba még kevésbé. Mert az érzelmekkel könnyű visszaélni, és bárki produkálhatja őket, vagy könnyű őket mímelni. De egy tanítvány számára a Maharshi testi formában is jelen van. Ahogy mondtam az előbb, a betűi formájában, akkor is a fordítások, a róla készült fotók formájában, akár vizionáriusan is, tehát bizonyos látomások formájában. És az ő ilyenfajta testi léte, az sokkal erősebb, mint egy adott, akár adekvát módszert átadó, fizikai testben élő mesternek a valósága. Az a kifejezés, ami vele kapcsolatban felmerül, és ez nem csak néhány elfogult tanítványnak a megközelítése, hogy Sadguru, tehát hogy az univerzális lét formájában létező tanító, abszolút igaz tanító, egy léttel azonos, tehát ahogy mondtam, az egyetemes lét formájában létező guru, ez azt is jelenti, hogy egyrészt, hogy fizikailag is jelen van, másrészt, hogy messze meghaladja azoknak a tanítóknak az ő valósága, tehát az, amit így hívunk, hogy Bhagavan Sri Ramana Maharshi, az ő valósága messze meghaladja azoknak a tanítóknak a valóságát is, akik fizikai testben vannak, és valamilyen számunkra fontos módszert átadnak, vagy módszereket átadnak. Vagy egy hagyományvonulatnak a kitüntetett képviselői, és fontos képviselői. Tehát őket tiszteljük, és követjük is, és kell is az ilyen embereket követni, mert az embernek szüksége van arra, hogy spirituális módszerekkel rendelkezzen, és spirituális módszerek sokaságával rendelkezzen az ember. De azok a tanítók, akik ezeket a fajta módszereket az ember számára átadják, és közvetítik, és hála nekik, azok mégsem érnek fel azzal a valósággal, amit a Bhagavan kapcsán Sadgurunak nevezünk, vagy nevezhetünk, és amit nagyjából így lehet körülírni a testi és a nem testi lét vonatkozásában, ahogy az előbb megpróbáltam, hogy ezt így kinyökögtem. A módszereket átadó és hiteles mesterek sok többsége ezzel nem rendelkezik, ezzel a kvalitással. És azért sem arra kell koncentrálnunk, hogy egy élő testben lévő mesterünk legyen, mert az élő testben lévő mester esetleg nem reprezentálja számunkra eléggé azt a szellemi útunkhoz szükséges minőséget, hogy testen kívül is van. Ez a múlt mesterre is igaz. Tehát én például nagyon sokat köszönhetek Patrul Rinpoche-nek, az előbb említettem. Azért Patrul Rinpoche-vel kapcsolatban már megtanultam tőle bizonyos dolgokat, de azért az nem vethető fel, hogy Patrul Rinpoche, mint olyan, ő a saját tanításain és a saját testi megnyilvánulásain túl is létezik számomra. A Maharshival kapcsolatban, vagy mindazokkal kapcsolatban, akik a Jagadguru vagy a Sadguru nevet, címet, rangot valóban megérdemlik, azokkal kapcsolatban viszont ez merül fel. Tehát nem csak az, hogy többet adnak át egyes technikai módszereknél és metódusoknál, hanem az is, hogy a saját nevük akár az túlmutat a saját fizikai létükön, akár múltbéli, akár jelenbéli fizikai létükön. És ez egy nagy különbség van a szellemtörténet világában, hogy kik azok, melyek azok a nevek, amely nevek teljesen azonosak az egyetemes léttel. Tehát, hogyha kimondjuk azt a nevet, hogy
Jézus Krisztus, vagy a Buddha, a történeti Sákjamúni, vagy Mohamed, akkor ők valóban olyannak tűnnek, akik a saját nevükön túlérnek. Tehát, hogyha az ő nevüket kimondjuk, akkor tényleg felmerül velük kapcsolatban az, hogy egyek az örökké valósággal, vagy legalábbis afelé mutatnak. Ezért van számos hiteles, érvényes és fontos tanító, akivel kapcsolatban ez nem merül fel, nem vethető fel. És ez az a pont, ami egy újabb érv amellett, hogy miért szeretnénk egy tanéven át foglalkozni a Maharsi tanításaival. És meg kell mondanom, hogy én nem tartom magamat méltónak erre. Tehát a személyemet nem tartom erre méltónak. De az, amiről beszélünk, az igazából olyan nagyságrendű, hogy az embernek bűnbánatot kell gyakorolnia ebben a vonatkozásban ahhoz, hogy hitelesen tudjam ilyen nagyságrendekben beszélni. Tehát én szellemi kalandozásaim, és az egzisztenciáról ne is beszéljünk, a szellemi kalandozásaim során azért több ponton eltértem a Maharsi tanításaitól. De mindig kiderült az idők folyamán, hogy végül is nem kellett volna, mert ez tulajdonképpen ott benne van. Mindaz, amit máshol kerestem, az tulajdonképpen nála is megtalálható, vagy amit máshol megtaláltam, az nem érte meg a fáradozást. Mert nála magasabbakat lehet találni. Úgyhogy a szellemi előkészítési gyakorlatok értelmében, vagy amit a buddhizmus így nevez, hogy az előkészítő gyakorlatok, abban az értelemben én nekem ahhoz, hogy egy hiteles előadás sorozatot tartsak a Maharsiról, ezt meg kell bánnom, ezeket a kalandozásaimat, mert amit ő tanít, az tényleg nagyon lényegi, nagyon centrális, és nagyon a végsőre irányul. És ezt csak akkor lehet jól átadni, hogyha az ember az egyéb törekvéseit azt tiszta szívből megbánja. És az, amit itt a nyugati világban előadásnak hívunk, annak meg csak akkor van értelme, ha az átadás is. Tehát az, hogy most itt pofázunk dolgokról, megcsillogtatjuk az egoitásunknak a különböző képességeit, az nem számít ahhoz képest, hogy valami átmenjen maguk felé. Úgyhogy így lehet akkor belevágni a Ramana Maharsiról szóló előadás sorozatba. Hogy ezek után. A mai előadás témájának tulajdonképpen azt választottam, ami az egész Maharsi által megalkotott korpuszból és a róla írt korpuszból is, erről majd az előadás végén beszélünk. Tehát az egész Maharsi irodalomban a legcentrálisabb, és ami magának a Maharsi tanításoknak, a Maharsi tanításainak is, a Bhagaván tanításainak is a legközpontibb eleme, és az, ezt röviden így lehet megfogalmazni, hogy a Maharsi mindenek előtt, a Maharsi tanításai mindenek előtt átman centrikus, vagyis önvaló központú tanítások voltak. Tehát amit a Maharsi elsődlegesen át akart adni, az egy önvalóra centráltság volt. Majd pár előadás múlva lesz egy ilyen előadás, ahol a megvalósítási módszereiről beszélünk, de persze az, amiről most szó van, az is kapcsolatos ezekkel, csak akkor külön verbálisan is, vagy formálisan is
tanításai ilyen vonatkozásairól fogunk beszélni. Tehát amit ő elsődlegesen át akart adni, az az átmában való tartózkodás, az önvalóban való tartózkodás, az önvalóra való koncentráltság, az átmára való koncentráltság. Én úgy gondolom, hogy nem tévedünk, egyáltalán nem tévedünk, hogyha a Maharsi sokféle és komplex tanításaiból ez az, amit az első helyre teszünk. Tehát ő mindenek előtt ezt akarta. Az ember megállapodjon önmagában, megnyugodjon az önvalóban, és azzal azonosítsa magát. Tulajdonképpen egy teljesen egyszerű tanítás. De ezt az egyszerű tanítást, ezt vas következetességgel és évtizedeken keresztül egész élete alatt, a 16 éves spirituális élményétől kezdődően egész élete alatt ezt képviselte. Az ember legyen önmaga. Legyen az átman. És az, hogy az ember legyen önmaga, ez nem egy ilyen modern önmegvalósítás értelmében vett önmaga, hanem ez az önmaga, ez a bizonyos átma, ez nem akármi. És a mai előadás az végül is arról szólna, hogy a Maharsi felfogásában mi ez a bizonyos önvaló, amit ugye a baktai féle fordítás alapján, ő fordította az szanszkrit átman kifejezést önvalóként, és ezt később a magyar fordítási hagyomány átvette. Ez a bizonyos önvaló, ez mi a Maharsi tanításai értelmében? Erről kellene beszélnünk a mai nap folyamán. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert az nem egyszerűen azt jelenti, hogy az átmant, mint terminus technicus, mint a hindu metafizikának az egyik alapfogalmát, ezt hogy értsük, hanem ez a kérdés azt jelenti, hogy mi a mi önmagunk. Mi az, amit én igazán önmagamnak nevezhetek? Vagy mi az, amit mi magukat is beleértve önmagunknak nevezhetünk. Tehát ez nem egyszerűen egy ilyen külső elméleti kérdés, hanem az a húsba vágó és egész életünket meghatározni kellene kérdés, hogy mit nevezhetek önmagamnak. Mert ezt itt sokszor mondjuk, hogy én magam, önmagam, még ez is így elhangzik, tehát mindennapi, hétköznapi fordulatokban is. És ez állandóan kiderül, hogy amikor ezeket így verbaliter használjuk, tehát szófordulatként használjuk, akkor mindig lebukunk valahol. Hogy én mennyi mindent önmagamnak tekintek, mennyi mindent a saját átmámnak tekintek, ami igazából nem az. Tehát én magam most ide lépek. Én magam most arra gondolok, hogy én magam arról beszélek. Önmagamban voltam, és akkor az önmagamban voltam alatt valami olyasmit gondolok, hogy nem tudom, én mondjuk egy csajra gondoltam. Tehát valamilyen befelé forduló művelet, ami profán. Tehát ezek az ilyen én magamok, meg az én ilyen önmagamban voltamok, ezek nem felelnek meg annak az átmannak, vagy annak az önvalónak, amit a Maharsi tanított, és ami a tanításának, ahogy mondtuk, talán a központi, leginkább központi részét képezi. Külön meg kell tőle tanulni, hogy mit ért önvaló alatt. És hogy egyáltalán hogy van, egyáltalán mi az átman. Ennek szálljuk ezt a mai előadást. Ilyen bevezető tisztázásképpen ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy
Most igazán szigorúan nézve az, hogy hinduizmus, ilyen nincs. Persze, hogy a többi vallás vonatkozásában megjelöljük azt, amiről beszélni szeretnénk, ilyen értelemben persze használhatjuk ezt a kifejezést, és használjuk is, és én is használom sokszor. De az, amit a hinduizmus alatt tartalmilag értünk, ez nem egy tömb. Nem egy ilyen vaskos valami, hogy olyan, mint a, nem tudom én, Marxból, Engelsből és Leninsből eredeztethető dialektikus materializmus, az egy tömb. Tehát a hinduizmus az nem ilyen. Nagyon sok tradíciót ölel fel, tehát ha most a buddhizmus nem számítjuk ide, mert ugye az is indiai eredetű, meg a jainizmus sem számítjuk ide, meg egyéb lokális vallásokat sem számítunk ide, tehát ha kimondottan hindunak nevezhető vonulatokat nézzük, akkor ezek nem egy egységes tömböt alkotnak. Ezen belül olyan nézetkülönbségek, olyan felfogásbeli különbségek, időbeni, térbeli különbségek, stb. Vannak, hogy hogyha ezekre fókuszálunk, akkor azt lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen nem létezik, hogy hinduizmus. Ezt most csak azért hozom szóba, mert ez a helyzet az átmannal kapcsolatban is. Tehát azt a gondolatot vessük el a marxi, engelszi és leninszi dialektikus materializmushoz hasonló elgondolásokat kerülendő, hogy az átman alatt mindenki Indiában ugyanazt érti. Nem ugyanazt érti. Tehát mi nyugati emberként megtanuljuk, hogy az átman az önmaga, értelmileg önmagam jelentésű, magyarul szép fordítás, baktai, önvaló jelentésű, de ez nem mindenki, ezek alatt nem mindenki ugyanazt érti Indiában. Hát van például a nyája, ugye vannak különböző darsanák, ilyen fő szemléleti módok. A 20. század elején hajlamosak voltak arra az indiai szellemiséggel foglalkozó emberek, hogy az egész összhindú vallásosságot azt a darsanák alapján kategorizálják. Ezeknek a darsanáknak az egyik a nyája, ami egy ilyen logikai, így is szokták fordítani, hagyományvonulat, vagy rátekintési mód inkább, amelyben az átma, de ugyanez a helyzet egy másik darsana esetében, egy másik hasonló rátekintési mód esetében, a vajsésikának az esetében, amelyben az átman az olyan jelentéssel bír, hogy az a létező maga. Tehát például, bocsánat, a személyeskedés, hogy antal maga, hogy az a szék maga. Tehát tulajdonképpen létező, érvényű, ugyan a nyájában, mint a vajsésikában, az átman többnyire, itt is persze azért vannak különbségek, de többnyire létező érvényű. Tehát a könyv maga átman, ugye a könyv átmanja, hogyha ezt mondjuk, hogy a könyv maga, tehát a könyv kvázi lényege, vagy a könyv egésze, akkor ez a könyv átmanja. Tehát van ilyen értelme is. És a nyája, vajsésika, illetve magának a szánkjának a purusa fogalma is, az körülbelül ilyen érvényű sok esetben. Ez nyilván nem az az átman, amiről a Maharshi beszélt. És nem az, ami a mai előadás tárgya. De tudnunk kell róla, hogy ne tömbösítsük a dolgokat, és hogy egy a vivékának, a finom megkülönböztetési képességnek a tulajdonságával, kvalitásával, erényével rendelkezzünk, ezeket így differenciálnunk kell. Tehát a nyájának, a vajsésikának, részben a szánkjának az átman értelmezés, az nem azonosítható a Védantából megtanult átman értelmezésekkel. Ugyanezt kell elmondanom a tantráknak, vagy a
összefoglalóan tantrizmusnak nevezett szuperkomplex jelenségnek az átman értelmezésével kapcsolatban is. Tehát a hindu tantrizmusban vannak olyan irányvonalak, szövegek, szerzők, stb., akik az átmant ezt védantin értelemben használják, hogy annak idején erre Artúra valon például felhívta a figyelmet. De a szerzőknek a legnagyobb része egyáltalán nem ilyen értelemben használja. Tehát ott az átman az egy, nemhogy egy, egy metafizikai célfogalom, hanem sok esetben a tantrizmusban egy citok szó. Most túlzok. Nem erről van szó, de hogy egy olyan, olyan alacsony rendű értelemben használt fogalom, mint hogy a könyv maga. És most nem a Maharsi könyvre utalok, hanem bármilyen tárgynak a önmagában vettségére. Tehát ezzel azért legyünk tisztába, mielőtt magunkével teszünk, és ez egyébként nagyon jogos, hogy ezt a magunkével tesszük, egy az átmannal kapcsolatos idealizmust. Mert valóban az önvaló az megérdemel, megérdemli azt, hogy az ideáink körébe emeltessen. És annál inkább megérdemli ezt, mert maga Bhagavan Sri Ramana Maharshi, a Sadguru érték guru, az én Sadguru értékű tanítom, és ezt mondta. Tehát innentől fogva az átmant egy metafizikai méltóságban kell látnom, és kell vizsgálnom. Most egy pár szót arról, hogy nem egy pár szót, hanem sok szót arról, hogy a Maharshi hogy látta az átmant. Olyan definíciókat gyűjtöttem itt össze, amelyek a különböző Maharshi művekből származnak. Forrásokat nem adom meg, mert ezek a legkülönbözőbb művekben előfordulnak. Tehát valóban úgy lehet tekinteni ezekre, hogy a Maharshi életművének az egészéből származó átman definíciók. Van egy hely, ahol azt írja, úgy definiálja az átmant, az önvalót, mert a fizikai érvényű önvalót, tehát a nyája vajsésika tantrikus értelmezésektől eltérő önvalót, hogy mindennek valódi természete. Tehát amikor az átmikus valóságban lépünk, vagy abban megnyugszunk, abban visszahelyeződünk saját önmagunkba, akkor mindennek valódi természetébe lépünk, és megfordítva úgy valósíthatjuk meg az átmant, hogy mindennek a valódi természetét látjuk. Ebből az is következik egyébként, hogy az átman a Maharshi felfogásában nem csak transzcendens valóság, tehát nem csak egy olyan valóság, ami túl van a dolgokon, hanem mindennek valódi természete. Tehát az, ami már itt van. Jó, de ezt így jegyezzük meg, hogy mindennek valódi természete. Ez a számtalan átman definíció közül az egyik. Azt mondja Maharshi egy másik helyen, hogy mindig jelen van, és mindig tapasztalható. Ez egy nagyon fontos az átman definícióknak a sokasságából. Ez egy nagyon fontos definíció, mindig jelen van, és minden tapasztalható. Miért fontos ez a definíció? Azért fontos, mert ez a meghatározás, ez közli, hogy az átman az a valóság, ami feltétlen. Mindig jelen van, és mindig tapasztalható. Nem kell létrehozni, megcsinálni, hogy én önmagam legyek. Tehát nem kell egy ilyen individuális self-made man dolog, hogy megvalósítom önmagam, és akkor ez azt jelenti, hogy előadásokat tartok, és akkor megvalósítottam önmagamat. Az önmagam, szigorú az átmikus értelemben vett önmagam, ez az, ami mindig jelen van, és mindig tapasztalható. Nyilván nem az érzékszervi tapasztalás értelmében, tehát úgy, hogy rékát látom, vagy ahogy antalt,
Tehát nem az érzékszervi tapasztalás értelmében, hanem amiről tudok. Mert ugye arról is tudok, amit nem látok. Tehát egy ilyen értelemben mindig jelenvaló és mindig tapasztalható. Akkor egy nagyon fontos és sokszor Maharshi művekben sokszor visszatérő átman definíció, hogy a tiszta lét, tehát hogy az átman az nem más, mint a szat. Szadgurunak a eredeti főneve. Szat. Az önvaló az a szat. A tiszta és egyetemes lét. Nem az, hogy elmegy egy autó, mert az csak létezés. Az autó létezése. Az én autókénti létezésem. Hanem a teljesen tiszta, mindent felől elő, minden létezőben és létezésben jelen való lét. Ez az átman, ez a szat. Akkor valahol azt írja a Maharshi, hogy az önvaló az nem más, mint folytonos öntudat. Itt ami hangsúlyos, az egyrészt a folytonos szó, másrészt az öntudat. Tehát, hogy ez egy folytonos tudat, másrészt, hogy nem más valakinek a tudata, vagy más valaminek a tudata, hanem egy öntudat, tehát egy befelé fordulással kapcsolatos tudat. Nem az, hogy én ez vagyok, az az autó, ami elment, vagy az vagyok, aki itt ül, hanem egy olyan univerzális öntudat, ami mindezeket összeköti és mindezeket felöleli. Ez átmikus valóság, és az átmannak egy nagyon fontos definíció, egy folytonos öntudat. Folytonos, mert összeköti az én különböző tapasztalásaimat. Tehát olyasmire mondja azt, hogy önmagam, amik nagyon eltérőek, ébrenléti állapotaim, erről már külön fogunk beszélni egy előadás alkalmával, ébrenléti állapotaimra azt mondom, hogy önmagam. Állambéli állapotokban is tapasztalom az önséget, az énséget valamennyire. Mély alvásban is, bár ott ez nem jelenik meg megfogalmazott módon, de mégis ott is tapasztalom. És a mindezek hátterében lévő folytonos öntudat. Nem az az öntudat, amiben az egoitás megjelenik, hanem egy mélyebb énségi tudat. Ez az átmannak egy nagyon fontos Maharshi féle definíciója. Akkor a legalapvetőbb, a szövegekben talán leginkább visszatérő Maharshi által is írt, meg egyéb mások által lejegyzett Maharshi megnyilvánulásokban is leginkább visszatérő átman értelmű fogalom, vagy kifejezés, és ez kapcsolódik az előbbi folytonos öntudathoz, a vagyok. Tehát ez a Maharshi tanításának egy nagyon központi eleme, hogy ő azt mondta, hogy az átman az nem egy olyan valóság, amit így el kell képzelni, milyen is az átman, hogy milyen is vagyok. Tehát az önmagam az milyen. És akkor ilyen meg olyan módon hogy lehet leírni, ő nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy az átman az azonos a vagyokkal. Tehát amikor azt érzem, hogy vagyok, és az nem szűkül le a testemre, meg nem szűkül le az egoitásomra, hanem felölel mindannyiunkat. És egy ilyen értelemben mert kiterjedt vagyok, de mégis benne van az énségnek a mindent összetartó centralitása, ez az átman. Vagyok. És ezért lehetett ez a zsidó kinyilatkoztatásban Isten definíció, ugye Mózes esetében a vagyok, aki vagyok. Amit Krisztus is fenntartott, a vagyok küldötti hozzátok. Tehát ez megint, hogy az átman ne úgy képzeljük el, hogy valamilyen, tehát egyrészt ne úgy, hogy egy individuális önvaló, hogy az, amit úgy kell dolgoznom magam, vagy előadó, vagy nem tudom én, jó munkaerő, vagy jó állampolgár, vagy éppen rossz állampolgár. Tehát egyfelől nem ez, másfelől meg nem egy ilyen objektív valami, hogy hú, a nagy transzcendens önvaló,
Persze az önvaló transzcendens, majd mindjárt látni fogjuk. De nem csak az, hanem ez a vagyok. Vagy csak egy objektív transzcendencia felől nem lehet jól érteni a védikus értelemben, vagy védantai értelemben vett átmant, ahogy a Mars is alkalmazta. És ha komolyan vesszük a mester tanításait, már pedig a mesterek tanításait nagyon komolyan kell venni, akkor meg kell értenünk, hogy ő hogy értette az átmant. Tehát az az egy nyamvat szó, amit a fordítások úgy adnak vissza, hogy önvaló, az az ő számára, a mi gurunk számára mit jelentett. Ezt meg kell érteni. Tehát az nem játék. Úgyhogy ezért most nem tudom más tenni, a szavak szintjén kommunikálunk, különböző definíciókat kell végigvenni, hogy ezt értsük. És ezért a vagyok, ez egy azért fontos definíció, most túl azon, hogy ószövetségi és újszövetségi alátámasztottsága is van, azért fontos, mert a vagyokban, amikor megvan ez az élményünk, hogy vagyok, és most nem Mózesnek az élményét, meg ne is a történeti Jézus Krisztus élményét vegyük, hanem a valódi Krisztusnak az élményét, akkor ez vagyok, akkor ebben minden objektivitás és minden szubjektivitás egyszerre van benne. Ezért ez egy átman ekvivalens fogalom, ezért metafizikai értelemben vett átman, ahogy az átmant a védanta felfogja többnyire, ezért ez annak a nagyon pontos meghatározása. Másik gyakran visszatérő marsi interpretáció. Ugye az embernek azért kell törekednie arra, hogy önmaga legyen, mert önmaga, vagyis az átman, az nem más, mint a lét teljessége, szat, a tudat teljessége, csit, és az ezen teljességekből, mind a kettőnek a teljességéből, ami végül is egy teljesség, abból fakadó ánanda, vagyis öröm, boldogság élmény. A vagyokban egy olyan boldogság van, a tiszta vagyokban, hogyha ezt meg tudnánk ragadni, és törekedjünk rá, hogy meg tudjuk ragadni. A tiszta vagyokban, amiben az énség felszívódott, tehát nem én vagyok, nem szeretem egyébként, amikor ezt a kifejezést úgy fordítják, hogy én vagyok. Hát a vagyokban a úgynevezett énség, az egyes szám első személy, ez már benne van, és mint egy fel van benne, jó értelemben oldódva. Amikor ez az élményünk vagy vagyok, akkor ennek nincsenek határai, tehát nem korlátozódik a testemre, a személyiségemre se korlátozódik, a nemi szerveimre pláne nem korlátozódik, vagy azoknak a működésére, hanem egy kiterjedt valami, ami egy teljesen univerzális boldogsággal jár együtt. És ez az a bizonyos ánanda, ami az átmannak, a szacsidánandának a marsi által szacsidánandaként definiált átmannak, és ez az Advaita Vedanta hagyománynak is a definíciója, egyébként az egyik definíciója, az abban rejlő ánandát jelenti. Tehát egy univerzális, teljesen kielégült, meg nem szűnő boldogság, amiben bármikor bele lehet lépni. Amire nincs szükség az, hogy valami teljesüljön hozzá, hogy meglegyen. Tehát az ánanda, hogyha metafizikai ánandáról van szó, akkor nem olyan, hogy nekem meg kell kapnom valamit, vagy valaminek működnie kell bennem, hogy megkapjam, hanem ez egy olyan ánanda, ami feltétlen. Ami csak annyit igényel, hogy felismerjem a saját feltétlenségében, hogy van ez a boldogság, a feltétlen boldogság, és én abba belépjek, és azt akarjam, ne a feltételekhez kötött boldogságot. Ez a boldogság aspektus, ami az átmannak az elidegeníthetetlen sajátja, és ami együtt jár, ami egyszer, mint azt is jelenti, lét és tudat. Ezért ez a neve, hogy Szacsidánanda. Ez az önvalónak megint csak egy fontos tanítás, vagy a fontos vonatkozása. És nem a Maharsi találta ki, hanem ez a hagyomány. Tehát ez a Védantin hagyomány, amit a Maharsi átvett és aktualizált az átman vonatkozásában. És ugyanakkor a Maharsi azt mondja az átmanról,
Az ő esetében ezt majd az életrajzi vonatkozásoknál fogjuk látni pár előadás múlva, hogy az átman az sahaja sthiti, tehát természetes állapot. Tehát szó volt már erről ma, nem olyan, amit létre kell hozni, amit úgy... Tehát ahhoz, hogy az ember önmaga legyen, tehát amikor egyszerűen azt mondjuk, hogy vagyok, vagy azt mondjuk, hogy önmagam, és nem gondolunk mögé semmit, csak megvan bennünk ez az érzés, vagy ez a tudat. Érzés se kell hozzá. Ez a tudat, hogy önmagam, ez egy természetes állapot. Ez a normális. A következő előadásnál, amikor majd látjuk az egoitás, énség, meg ezeknek a fokozatait, akkor látjuk, hogy az énség ezt hogy rontja le. De önmagában az, hogy sahaja sthiti, tehát a természetes állapot, velem született állapot, hogy természetes módon én vagyok. Hát én vagyok. Nem kell mögé azt gondolni, hogy Horváth Róbert, vagy most hol állok, és hogy tartom fel a kezemet, vagy hogy izzadok. De semmit. Én vagyok. Ez az élmény. Ez egy átmikus élmény mindannyiunkban. Sahaja sthiti, természetes állapot, mondja valahol a Maharshi. Az önvaló az, ami természetes állapotunk. Ez vagyunk. Az összes többit hozzátesszük, és az a felépítmény, és aztán elnyel minket. Annyira elnyel, hogy a természetes állapotunk eliminálódik. Tehát, mint hogyha nem ez lenne a normális, hogy önmagunk. Ez megint egy fontos definíció, hogy az átman nem más, mint természetes állapot. Azt mondja valahol a Maharshi, hogy ez soha nem új, illetve több helyen ezt mondja, ez soha nem új, tehát nem kell létrehozni, nem kell megcsinálni a modern self-made man formájára, hanem állandóan jelen van. Ugye ezt, hogy állandóan jelen van, ezt már láttuk, mert hogy ez volt a második definíciónk, de hogy nem új. Tehát az, hogy nem új, ez abból fakad, ez a tanítása, hogy az átman az nem valami új, amit létre kell hozni. Ez abból fakad, hogy mindig jelen van. Tehát azért nem kell létrehozni. Ha nem lenne mindig jelen, létre kéne hozni. De mivel mindig jelen van, ezért soha nem új. Azt is mondja az átmannal kapcsolatban, és ebben is a hagyományt követi, hogy ez szvarúpa. Tehát, hogy a mi testünk, a mi valódi alakunk, a mi saját természetünk. Most itt a rúpa az nem feltétlenül konkrét testként értelmezendő, de mivel a test sem konkrét annyira, mint ahogy azt mi az avidya folytán gondoljuk, ezért a hagyomány erre a rúpa kifejezés, alaktest, forma kifejezést használja. Egy olyan forma, ami nem más kényszerít rám, hanem én mondom, hogy ez az én formám, ez az én testem, ez az én alakom. Erre a testre nem tudom azt mondani, hogy ez az én testem, mert ezt nem én hozom létre. Ezt mindig adottként képzelem el, akármilyen is. Ha a legadoniszibb, akkor is ez adott. Viszont az átma, az svarupa, mert egy olyan test, amit én hozok létre a magam számára. Ezt is mondhatjuk, ami egy én test. Egy én által létrehozott test, alak, forma. Természet. És akkor most jön egy nagyon fontos, az egyik is fontosak, mindegyik egytől egyik, de mégis nagyon fontos vonatkozása az átmannak, ahogy az önvalónak, ahogy a Maharshi érti. De valamennyire ezt már azért érintettük is, de így külön kiemelve is felírtam magamnak. Közvetlenül tapasztalható, nincs szükség semmire a megismeréséhez, a tudásához. Tehát ugye ez a sahaja sthiti kapcsán elhangzott, hogy ez a feltétlen valóság, amit nem kell létrehozni, nem lehet belőle elvenni. Egyszerűen a maga feltétlenségében
kell elfogadnunk és megismernünk és tudnunk. Az átman az, ami van. Azon kívül nincs semmi. Tehát ha már azt mondjuk, hogy most akkor az átman a világ, akkor már nem arról beszélünk, ami van, hanem az átmanhoz hozzátettük a világot. Akkor már nem az átman, nem önmagunkról beszélünk, nem az önvalóról beszélünk. Hozzátettük a világot. Persze nyilván vannak olyan tanítások, amelyek ezt Mars is képviseli több helyen, az átman az a világ teljessége. De ez egy olyan közvetlenül tapasztalható valóság, amelynek a megismeréséhez és a tudásához nincs szükségünk semmi másra. Még arra se, hogy azt mondjuk, hogy az átman a világegyetem teljessége. Hogy itt a világegyetem teljessége kifejezésre szükségünk van ahhoz, hogy az átman definiáljuk. A legbensőbb isteni önvalónk, énünk tekintetében nincs szükség arra, hogy ilyenekhez forduljunk, hogy ez most a világ, vagy nem a világ, vagy a kozmosz, vagy a mindenség, vagy nem tudom mi. Minden. Persze ezeknek a definícióknak, amiket most így áttekintünk, akkor van jelentősége, amikor az ember ezt aktualizálja. Ha ezt egy elméleti igazságként próbálja felfogni, akkor dögunalmas vagyok. Tehát, vagy amit mondok, az dögunalmas. Mert itt az egésznek a lényeg az, amikor van ez a definíció, térjünk vissza ezt, hogy az átman, az a tiszta lét, más szavakkal az egyetemes lét. Ezt amikor így mentálisan próbáljuk felfogni, fel lehet egyébként fogni, és el is lehet fogadni ezt az igazságot, hogy valóban az önvaló az a létezőkön és a létezésen túli tiszta, egyetemes lét. Ezt így fel tudjuk valamennyien fogni. Az egésznek a lényege ezekkel a definíciókkal kapcsolatban ott van, amikor ehhez a tudatunk mellé oda tesszük a szívünket is. Amikor ebbe beleérzünk, hogy tényleg a tiszta lét. Ezt így átérezzük. Tiszta lét. Érezzék át? Tiszta lét. Ez egyetemes. Tehát amin kívül nincs más, mert hogy mindent felölel. Univerzális. Az a lét. És akkor ez megvan, akkor van egy átmikus tapasztalatunk. Amikor ezt így leírják, vagy van egy hülye előadó, aki ezeket így elmondja, az még semmi. Tudatunk meg az intellektusunk mellé oda kell tenni a szívünket is. Mert ez a Marsinak, ezt majd később látni fogjuk, egy nagyon fontos tanítása. A tudatosságot le kell vinni a szívbe. Mert végső soron a szív, amiért. A tudatosság buddhi. A szív az purusa. A szánkja szavaival, vagy terminológiával értve. Tehát a szánkja kategóriákban a legfelsőbb, a purusa, az nem a buddhi, hanem a szív. És amikor jönnek azok a szerzők, akik azt mondják, hogy érzelem, semmiféle érzelem, mert az eltéve itt bennünket, akkor sajnos megfosztanak bennünket ettől a lehetőségtől. Az intellektusból átlépjünk valódi szellembe. Kétségtelen, hogy az ilyen megfogalmazásoknak, hogy szív, meg a tudatosság levitele a szívbe, ennek vannak devocionális érthetőségei és vonatkozásai, de ezekben nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy amit itt a szív hozzátételével az intellektus mellé oda tett szív alatt értünk, az nem az érzület vagy az érzelem, hanem pont az, ami egy többletként hozzájön a buddhihoz, vagy az intellektushoz, és amitől szellemé válik. Értik ezt? Ez nem devóció, ez nem egyszerűen egy érzés, nem egy érzelmi megindultság, hanem az a többlet, amit hozzáteszünk az intellektushoz. Ez a közvetlenül tapasztalható, ugye ez volt az utóbbi definíciónk, a közvetlenül tapasztalható, aminek nincs szükség semmire a megismeréséhez és
ahogy róla tudjunk. Még gondolatra sincs szüksége, tudjuk. Ez a többlet. És ezt néha, ha tetszik valakinek, ha nem, ezt néha a devóció hozza el. Tehát lehet azt mondani, hogy a bhakti az a gyána alatt áll, csak ez nem mindig így van. Vannak olyan szövegek, amelyekben a bhakti megelőzi a gyánát, és több. Az egész nyugati megközelítés, hogy tudás és érzelem, ez egy hülyeség. Nem, tehát tradicionálisan, ahogy ez a probléma felmerül, ezt így, ez alapján, a nyugati megközelítés alapján nem tudjuk jól érteni. Itt arról van szó, hogy van a tudás, intellektuális tudás, amihez hozzáteszünk valami többletet. Ezt a Maharshi a szív többletnek hívja, vagy a tudatosság szívbe való levitelének hívja, ez nem egyszerűen érzelem. Az érzelem lehet, hogy nem több, és a legtöbb esetben valóban nem több az intellektusnál, nem alatta áll. De mégis vannak olyan esetek, és ezeknek példái azok a szentiratok, amelyek a baktit magasztalják, amikor viszont igenis az érzelem az egy többlet, mint az intellektus. És lehet olyan életet élni, amikor az érzelmi megnyilvánulások azok nem konvenciók, hanem olyan rituális pontok az ember életébe, amikor pontosan az intellektualitásnál való többletet viszi bele az ember. Tehát én 3 éve megölelem Antalt, amikor találkozunk. Jó, lehet, hogy rosszul csinálom, és néha érzelem, de azért azon vagyok, hogy ne érzelem legyen a basszus kulcs. És nem érdekel, hogy mit gondolnak róla. Egyáltalán nem érdekel. Mondják azt, hogy szisz bakti, devóció, milyen érzelgős ez a Robert. És nem azért szarolnám már, bocsánat, mert felelőtlen vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy az intellektualitásnál van több. És erre a Maharshi tanított meg. Egyébként az önvaló definíció kapcsán, tehát hogy mi az átman, vagy mi az önvaló a Maharshi számára, annak kapcsán egy évig lehetne beszélni. Mert gyönyörű definíciók vannak. És úgy is kell tennünk, hogy minden, amit a Maharshi mond, különböző helyeken, legkülönfélebb témában elhangzik, azokat valahogy, ha erre képesek vagyunk, akkor azokat valahogy így elraktározzuk a fejünkbe. Mert a kvázi definíciók, ezek nem direkt definíciók, hanem ezek a szövegekből kiemelt, szöveghelyekből kiemelt olyan meghatározások, amiket ő nem definíciónak szánt, de mégis egyértelműen az átmára vonatkoznak, az önvalóra vonatkoznak. Tehát ezekkel el lehetne egy évet tölteni, és valamilyen értelemben el is kell, hogy ezeket itt szépen kiemeljük a magunk számára, és így egymás mellé tegyük, hogy tudjuk, hogy mi az átma. Mert ez nem annyira nyilvánvaló. Tehát most egy ilyen fordítás, hogy az önvaló, vagy a önmagam, vagy a lélek, vagy a szellem, vagy nem tudom én, ezerféle variáns van, ez egyik sem fejezi ki igazán, másrészt mindegyik kifejezi valamennyire, és azért mindegyik kifejezi valamennyire, ezeket így egymás mellé kell tennünk, hogy igazi értéssel rendelkezzünk az átma vonatkozásában. Tehát most csak nagyon gyorsan, interpretáció nélkül egy párat, mint mondok. Semmi nem létezik rajta kívül és nélküle, ez azért komoly dolog. Mert ugye néha azt hiszük, hogy elvesztünk, pedig semmi nem létezik az átmanon kívül és nélküle. Még a rossz se létezik nélküle. Tehát semmi nem létezik rajta kívül nélküle. Tulajdonságok nélküli, önmagában tulajdonságok nélküli. Noha mindarra, amiről beszélünk, azok végül is a tulajdonságai, de önmagában tulajdonságok nélküli. Elváltozva bír tulajdonságokkal, de valójában nincsenek tulajdonságai. Ez egy szó szerint idézett a Maharshit. Nincsen ember, aki akár csak egy pillanatra is elmulasztaná tapasztalni önmagát. Tehát tulajdonképpen mindig tapasztaljuk. Csak vannak olyan partikuláris tapasztalataink, amik ezt felülírják. Tehát, hogy nyomja a szék, mikor a kezemet.
És akkor eltűnik, de igazából átmikus tapasztalat, mert egyébként egy érzékszerű tapasztalás sincs átman nélkül, nem függ tőle az átman, de maguk az indriák, ugye a Sankhya így nevezi a különböző képességeket, vannak cselekvési képességek, meg vannak megismerési képességek, ezek mind, ezek nem léteznének az átmanon kívül. Tehát nem csak arról van szó, hogy ezek nagy leszállások az átmanhoz képest, erre pont a tantrizmus tanít meg bennünket különben, hogy nagy leszállások az átmanhoz képest, hanem egyáltalán nem, búták sem lennének. Tehát amikor az ember belerúg valamit, és fáj egy kis ujja, én sokat belerúgok így dolgokban, nem tudom miért, az egy kemény ilyen föld tapasztalat, tehát a földelemnek a tapasztalata. Ilyen. Tehát a maguk a legdurvább fizikai elemek sem léteznek átman nélkül. Tehát újra a Maharsit idézve, nincsen ember, aki akár csak egy pillanatra, egyetlen pillanatra is elmulasztaná tapasztalni önmagát. Maharsi azt mondja, és ezt nem a szkepticizmus vagy az agnoszticizmus értelmében mondja, hogy nem lehet elérni. Ez egy átman definíciója, nem lehet az átmant elérni, de ezt miért mondja? Egyébként a hagyományban sokszor van, aminek aztán a posztmodern interpretátorok nagyon örülnek, amikor például Isten felfoghatatlansága szóba jön, vagy Isten megismerhetetlensége, mondjuk Szent Gergelynél például, ennek nagyon örülnek. Végre valami olyan, ami Isten elérhetetlenségének a nagyszerű bizonyítéka. Csak az a baj, hogy a Mars, amikor ezt mondja, hogy nem lehet elérni, akkor pont azért mondja, hogy nem lehet elérni, mert hogy már megvan. Tehát ismerjük Istent, ezért nem lehet megismerni. Ismerjük önmagunkat, mert hogy az vagyunk, ezért nem lehet megismerni úgy, mint egy tárgyat. Nem úgy, hogy abszolút értelemben nem lehet megismerni, vagy elérni, hanem akkor most csak egy felsorolásszerűen, mert kifutok az időből. Nem új, ezt már mondtam. Nem olyan, amihez újonnan jut hozzá az ember, mert amihez újonnan, ez most idézett a Maharsitól, amihez újonnan jutunk hozzá, ezt el is fogjuk veszíteni. Úgyhogy úgy törekedjenek az ön megvalósításra, hogy ne valami újat ismerjenek meg, mert azt úgy se elveszítik. Vicces, de azért az elég komoly, tehát A nagy tapasztalat. A jóhiszemű emberek, meg a most magunk között vagyunk, úgyhogy ezt ugye emelem, ezt a poént sütni, hogy tehát a jóindulatú emberek, hogy tapasztaljuk meg a szamádit. Törekedjünk rá, igen. Tehát a jóindulatú ember ugye ezt mondja. És megtapasztal valami olyat, amit azonnal elveszít, nem sokára, miután kijön belőle. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne törekedjenek a szamádira, csak hogy a szamádi képük, de ez a Maharsi féle tanítás, hogy amihez újonnan jut hozzá, azt el is fogja veszíteni, ez legyen benne. Hát a Maharsi életében egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy a korai aszkézis időszakában, tehát a nagy tapaszikus időszakban, amikor megérkezik a Sri Arunachalára, a hegyhez, és évekig szamádi állapotban van, ez egy nirvikalpa szamádi. Egy olyan szamádi, ami nem lehet, nem tehető teljesen állandóvá. És ezért áttér a szahadzsa szamádi hangsúlyozására, egy olyan szamádinak a hangsúlyozása, ami közben bármit lehet tenni. Ami ugye természetes szamádi, ezt jelenti. Tehát ehet közben az ember gondolhat, vagy nem gondolhat, igazából úgyse gondol. Bármit, nem részletezem tovább. És ez fontos. Fontos. De néha mondják, hogy semmilyen változás nem történt a Maharsi életében, 16 éves kori felébredése után. Jó, ez valamilyen értelemben igaz, mert az átmanban semmi nem változik, és ha valaki az átmanra koncentrál, abban semmi változás nincsen. Önmagunkra koncentrálunk, átmanista állapotában vagyunk, megmaradunk önmagunkban, ez nem változik. De azon kívül azért vannak változások, már bocs. Tehát én nem szeretem ezt az interpretációt, hogy a Maharsi életében semmi nem változott.
De ez lehet, hogy valami egyéni defektus, hogy a változás híve vagyok. Lehet, hogy jó ég tudja, tehát nem lehet elég ébel az emberünk a személyével kapcsolatban. De azt hiszem, hogy azért ezt jól láthatom. Nem azért, mert én láthatom, hanem mert a látó az látja a szemüveggel. Tehát az átman állandó, szüntelenül létezik. Nagyon fontos azért az ilyen elesettségi állapotokban, hogy ezt így doktrinálisan ezt tudni, hogy szüntelenül létezik. Tehát ezeket így elő kellene venni. Tehát a megvalósítás nem az, hogy leülünk, és akkor Altha Padmászana, mert ugye Mars is abba ült, és akkor azt utánozzuk, hanem ezeket így látni a világot. Tehát így tudni, hogy a átman az szüntelenül létezik. Segít. És ez mélység. Nem elméleti tudás. Ja, mert van, aki, ja, van az is egy külön irányzat, ezt egy külön szektának tartom a saját katalógusomban nyilván. A elméleti igazságról azt mondja, vagy a principiumokról, tehát az elvi nagy igazságokról, vagy az ideákról, ez csak elméleti igazság. Jó, de ahhoz, hogy az elméleti igazság ez legyen, és hogy ne elméleti legyen, ahhoz kell egy alany, tehát kell egy megvalósító. Tehát ez nem csak egy elméleti igazság, hanem ott van mögötte az alany, aki ezt be tudja látni, hogy állandó, az átman állandó és szüntelenül létezik. És nem kell nekem bonyolult, mágikus, hermetikus, alkimiai praxisokat folytatnom ahhoz, hogy ezt tudjam. Másfelől meg, amikor ezt tudom, az persze egy hermetikus, alkimikus praxis is. Tehát. Csak hogy tehát ne csákjázzuk meg már az igazságot azzal, hogy azt mondjuk, hogy kinevezzük elméletinek. Hát mindig ott van az, aki ezt tudja. Ezt majd látni fogjuk a Maharsi kapcsán, hogy állandóan arra irányította a figyelmet, hogy ezt ki tudja. Ki az, aki ezt tudja? Hát mi tudjuk ezt. Én tudom ezt. És ezt mindenki mondja így, hogy én tudom azt, hogy az átman állandó és szüntelenül létezik, és aki ezt tudja, annak ez szüntelenül fog létezni, és állandó lesz, és abban van. Nem csak akkor, hogyha fél lótuszba leül. Persze üljön le, és minél többet, de visszatér átman. Tehát jelenvaló, tártalan tudatosság állapota, szintiszta tudat, folyamatos, mindent átható, van, hát sokszor használja ezt a Maharsi, van. Ez nem a tárgyi vanság, hanem lényegében a vagyokságnak a kvázi objektivizált megfelelője. Azonos Istennel, az egyedüli létező. Egy újabb idézet. Az önvalót megismerni annyit jelent, mint önvalónak lenni, és ez egyszerűen létet, az ember saját létét jelenti. Idézet vége. Az önvaló az a más nem létét is jelenti, mert semmi nem létezik, csak az önvaló. Ez megint egy idézet volt. Egyedül az önvaló van, egy újabb idézet. Tehát értik a megvalósítási praxis lényegét, ezeket tudni. Mert nem olyan értelemben tudni, hogy ezekre feltétlenül gondolni. Először úgy kell kezdeni, persze, hogy ezekre gondolunk. Hát ezekre konkrétan, hogy az egyedüli létező, semmi nem létezik, csak is az önvaló, egyedül az önvaló van. Ezekre egy először gondolni. És eljutni odáig, hogy erre nem kell már gondolni. Ez akkor is így van, hogy az ember nem gondol rá. Mert ez nem gondolatfüggő. Tehát az átman, ugye beszéltünk rá, egy feltétlen valóság a Maharsi felfogásában. Nem igényli a gondolkozás gondolat feltételét. Mert ugye feltétlen az azt jelenti, hogy nem függ semmilyen feltételtől, így attól se, hogy rá gondolunk. Azt mondja a Maharsi valahol, hogy az ember nem gondolja, nem mondogatja magában azt, hogy ember vagyok, mégis ember. Ugyanez az átmannal kapcsolatban.
Nem mondogatjuk azt, hogy az önvaló vagyok, mert ez azon kívül, hogy groteszk, még ráadásul ördögi is. De mégis tudjuk. És az a lényeg, hogy tudjuk-e. És hogy mennyire tudjuk. Eléggé tudjuk-e. Mindig megvalósításban van. Megismerni az önvalót annyi, mint önvalónak lenni. De ugye erről már volt szó a lét kapcsán. Nem viszonylagos, nem objektíválható. A valódi önvaló a végtelen én. Ez egy idézet volt. Azonos Istennel és a guruval. Ez fontos. Örökké jelenvaló, ez volt már. Semmi sincs rajta kívül lényegében ez is. Amikor hangsúlyozza Mars, hogy az egyedüli guru. Ugye, hogyha most visszagondolunk az előadásnak a kezdeteire, ugye a bevezető gondolatokra, egy guruk, tanítók, mesterek hierarchiája, a csúcson az önvaló áll. Önmagunk az a guru. A szív, erről külön fogunk majd beszélni a különleges tanításoknál, az átman a tudat és a tudat forrása, és végül az átman a tiszta tudat. Ezeket gyűjtöttem itt ki. Hát nyilván még számtalan definíciót lehetne találni. Úgyhogy amikor a Marsi az önvalóról beszél, mindenről beszél. És amikor mi azt mondjuk, hogy a Marsi tanítása végső soron és elsősorban átmancentrikus, akkor ezek miatt átmancentrikus tanítása. Úgyhogy most még kellene beszélni a forrásokról. Hát én úgy látom, összefüggésben azzal, amit az előadás elején mondtam, a Marsi mester voltának a nagyságával összefüggésben, hogy az egész Marsi irodalmat azt nagyon komolyan kell vennünk. Tehát ő él, elevenen hat, de hogyha a gurunak tekintjük, és a szívünk által összekapcsolódunk vele, akkor ennek olyan következményei vannak, hogy minden, ami vele kapcsolatos, az érdekel bennünket. Minden. Most nyilván a legócskább internetes cikkek nem, de az összes fénykép, és mindenek előtt persze az összes írott könyv vele kapcsolatban. Ami között van egy csomó olyan, ami nem igazán lényeges, de ha összekapcsolódtunk vele, akkor még az is fog bennünket érdekelni. Magyarul megjelent például két ilyen kis rövid idézeteket tartalmazó könyvgyűjtemény, az abszolút tudatosság, meg a nem tudom milyen tudatosság, tudatos halhatatlanság talán. Ezek ilyen szövegösszefüggésből kiragadott, kis ilyen aforizmatikus marsi idézetek. Az is érdekli az embert. Tehát annak idején, amikor ezek megjelentek, akkor én morgolódtam magamban, hogy ez is miért jelent meg, de végül is érdekel. Úgyhogy emiatt tisztában kell lennünk így nagyjából a marsi irodalommal, hogy milyen. És nem csak azzal, hogy milyen, hanem hogy nagyjából a fontossági sorrendek hogy vannak a marsi irodalommal kapcsolatban. Tehát mi az, amire jobban oda kell figyelnünk, és mi az, amire nem. És ezek, amit most röviden 5 percben próbálok összefoglalni, ezek ennek az előadás sorozatnak a forrásait is jelentik. Tehát az első, az nyilván az általa írt művek. Ez a magyarul. Elérhető az összes, amiben van egy külön része, a kis alkalmi versek és az általa készített fordítások. Ezek is nagyon fontosak, vagy átdolgozások, átköltések. Lényegi, eszencializált, vagy eszencializáló fordítások. Ezek is fontosak, de mindenek előtt a művek. Most a művekben az én klasszifikációm szerint, erről majd fogok csinálni maguknak egy papírt, mert azt jobb így vizuálisan látni. Az általa írt művekből nagyon fontos tudni, hogy saját maga, belső indítatása szinte nem írt semmit.
mindig valamilyen külső alkalom, felkérés, kérdés miatt írt kézzel bármit is. Van két kivétel, két vers. Bizonyos szempontból azokat tenném az első helyre, mert külső indítatás nélkül saját maga írta. És akkor utána jönnek a nagy művek. Vicsára, Szangraha, vagyis az önkutatás, Nányár, vagyis a Ki vagyok én, most az eredeti címeken mondom, Upadesa Undiár, vagyis a szellemi útmutatás, ezek a hosszabbak. És akkor utána a versek. Akshara Manna Malai, tehát az Aruna Chálához írt himnuszok, először a 108 himnusz, aztán a rövidebb himnuszok, és így tovább. És a versek között van az a kettő, amit saját indítatásra írt. De ezek a legfontosabbak. Ezek olyanok, hogy mondja a mai ember, hogy nincs időm olvasni. Basszus, reggel elmegy komolyan WC-re, és az egyiket elolvassa. Tehát most ez egy profánnak hangzik, mert nyilván nem a WC az a hely, ahol ezt olvasni kellene, csak ez nem kéne ez a szöveg. Tehát hogy ne ízeljük már magunkat ezzel, csapjuk be magunkat ezzel, hogy nincs időm olvasni. Ezekhez nem kell idő. Hát most egy verset elolvasni, de 10 perc. Nincs 10 perc a villamoson. És akkor majd meg fog neki tetszeni, és akkor utána rendesen, ahogy kell, rituális körülmények között otthon elolvassa. De akkor először olvassa a WC-n, meg a villamoson, és utána majd rendesen is olvassa el. Nem, tehát ezt én nagyon nem szeretem. Tehát az ember utolsó, tehát a Kali Yugában élő ember egyik utolsó esélye az olvasás. Ezt mindenféle ilyen szöveggel kioltani, hogy nincs időm olvasni, nem áll. Tehát ezt ne csináljuk, legalább mi ne. Úgyhogy én ezekkel kezdeném, tehát mindenképpen a saját művekkel, és utána a fordításokkal. És aztán a róla szóló, már a marsi irodalomból, ami kiemelkedő, az ő konkrét szavait visszaadó kötetek. Amik olyan 80%-ban hitelesek nagyjából, tehát azért van a szerkesztői hozzáadás, elvevés, stb. De ezek gyönyörű könyvek, ami megjelent magyarul a beszélgetések Sri Ramana Maharsival. Ugye Talks with Sri Ramana Maharsi az eredeti címén, és egy másik a Day by Day, napról napra Bhagavannal, Day by Day with Bhagavan. Ez nem jelent még meg, kicsit későbbi, mint a Talks, ennyiben fontosabb, ugyanakkor rövidebb. De aki angolul olvas, ezt mindenféleképpen ajánlanám, és a nagyon jó hír, hogy egy másik ezen a vonalon, tehát az ő szavait szó szerint visszaadó köteteknek a vonalán van, még azért magyarul az előadás során említett nyílegyenes ösvényben megjelent a Maharsi Evangéliuma című kötet, ami egy nagyon fontos korai kérdés-felelet formájában visszaadása a szavainak, illetve Surinagamma, egy hölgy, aki ott élt a környezetében, és a Maharsi nagyon sok esetben megvárta, hogy ott üljen mellette, hogy le tudja a szavait jegyezni. Nem törekszik arra, hogy szó szerint adja vissza a szavait, az előző, előbb említett három kötettől ezt különbözteti meg, de ez nagyon fontos. Levelek a Ramanásramból a címe, és magyarul egy válogatás jelent meg belőle. Ez az első csoport. A Maharsi irodalomnak az a csoportja, ami szó szerint próbálja a szavait visszaadni. Ebben még azért tartoznak fontos könyvek, így például néhány fordítás, tehát például a Szadvidje című művének, amit sokan a főművének tartanak, annak van egy, azt eredetileg tamilul írta, és van egy szanszkrit fordítása, és a szanszkrit fordítás nagyon sok mindent hozzátesz az eredetihez. Jó értelemben, nem úgy, hogy megmásítja, hanem hozzátesz. Egy olyan tanítványa készítette, Kavyakanta Ganapati Muni, akiről majd külön fogunk beszélgetni az előadás sorozat, vagy beszélni néha az előadás sorozat folyamán. Ez egyik legkiemelkedőbb ortodox brámana tanítványa volt a Maharsinak, és eléggé méltatlanul elvált vele az újabbkori Maharsi irodalom, de nagyon jelentősnek tartom. És akkor őneki vannak művei, amiben szintén szó szerint próbálja visszaadni az egyes szavait, így a Sri Ramana Gita vagy a Uma Sahasrara. Ezek angolul érhetőek csak el.
És akkor meg kell külön említeni Murugánának a műveit, aki verses formában, de mégiscsak a mesternek a szavait próbálja visszaadni. Ez is részben angolul, töredékes formában, de angolul elérhető egy pár műve, amit kivétel nélkül Murugánára az összes művét a Maharsinak szánta, tudomásom szerint. Tehát ez a Maharsiról szóló irodalomnak az első szekciója, amikor az ő szavait azért visszapróbálják adni, ilyen vagy olyan hitelességgel, és akkor van a róla szóló irodalom, ami nyilván terjedelmében a legnagyobb, de ott is azért számtalan figyelemre méltó szerző van, róluk is fogunk majd a legfigyelemre méltóbbakról szót ejteni. Köszönöm szépen a figyelmet!